ezek nem vagyok túl részekben megadtuk. Lehetne elfogtak azok a biztonsági közszegeket, hogy logolunk, akkor persze bejelentkezünk, akkor jelszó, hosszú jelszó, bonyolult jelszó, cserékek bejelszó, meg ilyesmi. Nem erről lesz szó most. És kicsit máshonnan közelíteni meg ezt a dolgot. Ha valaki blogol, akkor van akár kommentezett blog, alapvetően két gyökeresen különböző hozzáállás lehetséges szerintem. Az egyik az a fajta blogolás, amikor egyfajta márkát akarunk saját nevű lépni. Mert a büszkén vállaljuk azt, hogy én is Pál Ferenc írok egy blogot, vagy én is Pál Ferenc kommentezek. Feltételül néhány olyan blogot és vagy embert, akik úgymond híresek lettek a blogikról, vagy nyíltan vállalják, hogy ők írják az adott blogot. Ekkor egyfajta én márka építésről beszélünk. Ugyanez a biztonság. Ha én a saját nevemet adom valami jelzés, tényleg is engem azonosítanak azzal a bloggal, vagy kommentel, hogy bármilyen megjelenik az interneten, akkor, hogyha esetleg valaki az internetben tud posztolni bármit is, az nekem kell mennem, az én márkámat rombolja. Saját hitelemet rontok belőle, hogy az internetben. Ezt nevezik egy digitális identitás lopásnak, vagy személyiség lopásnak. És valaki a telemetben tud bármit csinálni. Ugye Bruce Schneier vagy Seth Godin, ha az ő blogon felkerül valami, azonosítjuk azt az írást azzal az emberrel. Ha valaki más teszi volna föl, akkor nyilván az az ember, aki azt sírul, ami bennünk jól van a Bruce Schneierről, vagy Seth Godinról, vagy Morátorról, vagy bárki is. Persze erre azt lehet mondani, hogy jó, valaki hozta legyet az én nevembe, azt órák, percek vagy órák alatt én le tudom menni, ugye? Hiszen meg tudom én azt valahonnan, hogy kitettek valamit az én blogomra, bejelentkezek, letörlöm és végül is az egész meg. És erre jön az, amit már jó útra is emlékeztem, hogy az internet örök. Ami egyszer felkerült az internet, az ott van és ott marad. Ugye a Web 2.0, meg ez a 2000-es évek internet forgalom, az pont arról szól, hogy agregált tartalmak világát éljük. Tehát nagyon kevés olyan weboldal van, ami csak a saját tartalmát publikálja, innen amúgy össze meg más tartalmat is. Így van ez az Indexen is. Bárhol, minden nagy portál ahhoz, hogy máshonnan behúz infókat. Nekem van egy jó blogom, én felültettem egy jó én márkát, az azt jelenti, hogy az én blogomat sokan olvassák, és sok helyen linkelik az én tartalmaimat. Vagy ahol felkerült valami, az több tízesre, több százesre és több ezer weboldalra real time kipublikálódni. És így már elég nehéz letörölni azt, hogyha valaki az én nevemet kiposztolt valamit. És akkor biztonság, hogy nyilván itt azért csak előjön egy kicsit az, hogy igenis vigyáznunk kell ezekre a digitális identitásainkra, kinek mennyi van, ugye. És akkor itt csak belecsempészem azt, hogy használjunk bonyolult jelszót, meg cseréljünk gyakran jelszavakat. És egy dolog még, ami talán sokszor nem is gondolunk bele, kihallok már az OpenID-ról, vagy az Indopass-ról. Ugye ezek ilyenek a webes-es megoldások. Ugye egyszer bejelentkezem valóban, és utána ugyanaz a digitális identitása, az a digitális névekártyával tudsz bejelentkezni, remélhetek már a szolgáltatásban is. Ez baromi kényelmes. Viszont ha bármely olyan szolgáltatás biztonságilag sérüléken, ami ebben be van drótozva, az Indapasztok az összes indexes portál, ugye be van drótozva. Ha bármely indexes portál sérüléken, mint hogy az volt egyébként egy éve, ez azért már nem mi találtunk, mert imád meg publikáltuk, onnantól kezdve az összes accountom nekem veszélyben van, amit azzal az Indapasztok rendszeren keresztül érek el. Amikor az Indapasztok találtunk, hogy hát ez másfél év volt nagyjából, akkor 1,6 millió Indapass user volt. Magyarán, ha ezt nem mi találjuk, hanem mondjuk rossz indult hacker, akkor 1,6 millió ember Indapass-os accountja azt férnek hozzá. Ez ugye blog.hu, Vipmail, Pongo, mit tudom, hogy mi van még vagyok az Indapass-ban, de van még egyben. Magyarán, amikor ilyeneket használunk, Indapass vagy OpenID-t vagy bármi egyébben, vagy akár használjuk azt a feature-t, hogy a Facebook-os accountokkal jelentkezünk más oldalra, és ahelyett, hogy regisztrálunk egy separate accountot, akkor ilyenekben is érdekes azért belegondolni, kicsit ilyen elültet a magokra, mindenki tud érvelni van. A másik irány az ennek totálisan az ellentétje. Amikor anonim módon akarok blogolni, vagy kommentezni. Ugye ez kicsit így rákerült a médiatörvényre, amiről lesz még több előadás is ma. Ugye a médiatörvény kapcsán elkezdték azok, hogy azt is pedzegetni, hogy egyes blogokat is jó lenne regisztrálni, meg figyelni, ugye? Hogy mi történik ott, mert a nyomtatott sajtó viszonylag egyszerű, a blogokat, vagy az internetet, kicsit nehezebb.
És ennek kapcsán ugye megint csak előtérbe kerül az, hogy lehet, hogy az ember jobban szeretné majd kicsit tanulni, maradni az internet világában. Az első dolog, ami ilyenkor az embernek az eszébe jut, az az, hogy jó, hát nyilván nem csak alapterületén fog dolgozni, vagy kommentezni, mert azt még nincs szeret, egy állára dolgozni. És ez jó, ugye, mert azt, hogy mit tudom én, Intruder 2097, azt szerintem nehezebb kitalálni ki azt, mint a Spala Ferencet. Ugyanakkor a legtöbb ilyen helyen megadunk egy e-mail címet is. Ugye? Nickname meg e-mail cím, általában beszélhet el egy minimális regisztrációhoz. Nyilván az nem túl szerencsés, hogy valaki megviszel egy a kitalált nickname-vel, hogy megadja a spala.gmail.com-ot e-mail címet, mert mondhatok ezzel nem csak itt vagyok maguk. Illetve, amit érdemes figyelembe venni, hogy oké, hogy én ninnereket használom, de ha ugyanazt a ninneret használom több különböző szájt, és az ember azért nem nagyon szok magának 10-20-30 ninneret kitalálni. Egyet kitalálok, és azzal regisztrálom mindenhol. Akkor viszont, ha kicsit ráugríz az ember vagy az e-mail címre, vagy a nicknévre, akkor rengeteg mindent lehet találni. Például én ugyanaz a ninnével vagyok beregisztrálva ezekre az oldalakon. Van mindenféle oldal, az IT Café-ben szoktam adni menni is, vannak egy hardware-angó részleget, ott például meg szoktam adni a telefonszámmal, hogy mi eladás közé megnézni dolgokat. Viszont ha megadom a telefonszámmal, és azt hozzá tudja kapcsolni ahhoz a nicknévhez, amit én használom még egy olyan politikai blogban, ahol nem akarom, hogy megtaláljanak, akkor már van egy telefonszámom, van egy nicknév, egy e-mail című telefonszámom. A telefonszám alapján ott esetben már könnyebb engem visszakövetni. Főleg, ha mondjuk ilyen nemzeti terrorvédelmi, mint amilyen szervezetben beszélünk, ők meg is tudják szeretett emberek telefonszámhoz, hogy ilyen tartozik. Szóval a nicknév az kicsit ilyen álbiztonság érzet, ha anonimitásról beszélünk. Akkor igen, hogyha minden egyes weboldal külön nicknévben regisztrálsz, meg külön e-mail címben, meg mindent. Jó, mondjuk ha valaki egy Pista nicknévet használó, viszont a sok van, de ha valami nagyon egyedit találták ki magadnak, akkor az hátrány is lehet, ha az anonimitás szemszögéből nézzük ezt az egészet. Illetve egy ilyen kicsit tudományosan megközelítés, hogy mennyire szeretjük mi azt a digitális személyiségünket használni több különböző szájtot, meg több különböző szolgáltatásnál is. Például a Facebookon azt nem szeretne használni, használják az amerikaiak, ilyen ő-amerikaiak. A Facebookos ökántyúra nem szeretettel használják arra, hogy más szolgáltatásokból is bejelentkezzenek. Nyilván, ha a Facebook profilhoz tudnak kötni egy fórum komment után, akkor onnantól kezdve már tudják, hogy ki vagy. Itt van egy másik dolog, ugye van ez az IPC, az IPC-nek nem kell mutatni senkinek. Ugye ez egyedi. Ha internetezel, akkor nekem van egy egyedi IPC-met, ami kvázi teszállítógéphez köthető. Most nem menjünk ilyen technikai részletekbe, vagy utérnek egy, de meg az fogjuk, hogy ez a teszállítógéphez köthető. És ugye, hogyha netezünk, akkor előbb-utóbb az, hogy én honnan jöttem, az már eljött az a webserver. Azon a webserver, ami kiszolgálja ezt a tartalmat, ott logolhatják az én IPC-met és logolni szokták. Ez nem ilyen brickbutter effektus, ez általános üzemeltetésének biztonsági gyakorlat, hogy logolják azt, hogy ki nézi az index.hu-t. Viszont ezek szerint, ha én nézem a... Hát most anélkül bármilyen politikai ember, nézem a kurucinfót, akkor mondtak ezzel, tudják a kurucinfó üzemeltetni, hogy ez én IPC-memről, én nézem azt a szájtot. Azt, hogy az IPC hozzám tartozik, azt minimum az én internet szolgáltatom tudja. És megint csak kellően magasul érkezik a kérdés, akkor a rendőrségi kérdéséket, akkor az internet szolgáltató kiadja az IPC-met rendőrségi nyomozás keretén belül. Annantól kezdve pedig, hogy tudják, hogy én voltam az. Van erre egy ügyes trükk. Proxy-nek hívják, a proxy-nak is használunk nap, mint nap. Onnan lehet, hogy megismerni, hogy bekállítani a böngésző a proxy szervert. Ez vállalati meg eltés körzetben is, eltés házatban sem tesznek, akkor bekállítani a proxy szervert, mert tudom, hogy nem működik az internet. Nincs internet, ahol van viszont. A proxy szervert van egy olyan érdekes megnyugtatása, hogy ha a proxy szerveren keresztül netezem, hogy nem a IP címet látszik a túloldalon, hanem a proxy szervernek az IP címe. Ugye ezt próbálja ezt a kis sematikus ábrait illusztrálni, a szerveren a proxynak az IP címe lesz meg. Persze ez ilyen, sokkal nem vagyunk előrébb, a proxyna meg lesz a te IP címed. De ugye ezt a játékot hátulról kell játszani, a webszervertől lehetjük te a proxytól pedig hozzád. Hogy lehetne ezt kicsit felturbózni, ha nem egy proxy van közted meg a szerver között, hanem jó sok. De minél több ilyen közbülső babarózsa színű számítógép van közted és a szerver között, annál nagyobb biztonság, hogy úgy van, hiszen visszafel azon a láncon valakinek végig kell mászkálnia.
Erre vannak különböző matematikai okosságok is, hogy proxy láncokat hogyan kell építeni, hogy ilyenek. Mutattak nekem egy nullát, de elfogytak a tábláid, nekem viszont én mondani van. Van egy tornak nevezett alkalmazás, egy project, ami pont erre épít, hogy hogyan lehet ilyen anonimizáló proxy láncokat építeni. Ez egy nagyon felhasználható alkalmazás, letöltöd Windowsra, Macintosra, Linuxra, bármire. Megnyomod a nagyszerű gombot, és annak a tor alkalmazást tudja azt garantálni, hogy amikor te netezel böngészőn keresztül, akkor te nem közvetlenül az index.hu-hoz, vagy a cruc.info-hoz, vagy az mst.hu-hoz fogsz kapcsolódni, hanem a tekiés egy ilyen valami hosszú proxy láncon keresztül fog eljutni ahhoz a weboldalhoz, blokkhoz, vagy bármihez, amit nézel. Esetleg vannak ilyen egyéb trükk is, hogy ez a proxy lánc folyamatosan változik, meg még titkosítva is van benne a forgalom, hogyha esetleg azok paranoiások kedvére, hogy hisznek abban, hogy az internet szolgáltatónál le van téve egy nagy fekete doboz, amit minden nap hoz, és az adott hatóságnak küldi e-mailben. Nem is biztos, hogy ez adja a paranoiás egyébként. De szóval, mint titkosítva is a forgalom. Ezzel, hát az a mondás, hogy ezzel már megfelelő szinten garantált az anonimitást. Tehát a Tor garantál ezt elég hosszú proxy láncot épít. Egyébként egy 10-nél hosszabb proxy láncnak már csak ilyen egyik olyan szoktam mondani, hogy szellemi maszturbálás értéke van. Tehát igazából az már nem ad hozzá semmit. Egy 10-es láncot visszakövetni a szervertől, az már baromi belós. Ráadásul ezek okosak, ezek olyan proxikat használ a Tor, amik hát nem feltétlenül csak legális célokat szolgálnak, ezért néha lekapcsolják őket. És ugye ez azt eredmény, hogy megszakad a lánc. És ha valaki visszafel akar követni, akkor így eltűnt a lánc egyik szeme, és nem tud volna menni tovább.